Targoncával tolják a futószalagra a már kiválogatott műanyag flakonokat, ezt követően bekerül egy tömörítőgépbe, ami ilyen bálákat formáz belőlük. Ezeket gyűjtik aztán nagy tömbökbe, és így szállítják őket különböző vegyi üzemekbe, ahol újra műanyag tárgyak készülnek belőlük. A GHG Nonprofit Kft. Sashegyi telephelyén sűrű volt az elmúlt időszak, hiszen az ünnepek alatt megsokszorozódik a hulladék mennyisége. Karácsony időszakában jelentősen megnövekedett a itt a beszállított hulladékoknak a mennyisége. Természetesen ez egy évek óta tapasztalható tendencia, hiszen természetes, hogy az ajándékokat mindenki becsomagolja, és a csomagolóanyagok nyomják meg a beszállított hulladékok mennyiségét elsősorban a karácsonyi időszakban. Aztán egy érdekes dolog még január eleje, ugye a sok kidobott üveghulladék miatt a szilveszter utáni üveghulladék, az is egy jelentős tétel. Összességében egy éves szinten mintegy 70-80 ezer tonna mennyiségű hulladék érkezik a hulladékkezelő központba. 2017-es évben ez az adat mintegy 78 ezer tonna volt. Győrben a 2000-es évek elejétől zajlik szelektív hulladékgyűjtés, ekkor helyezték ki ugyanis az első gyűjtőedényeket. Azóta folyamatos a fejlődés, és a lakosságnak számos lehetősége van a megfelelő elhelyezésre. Működnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, műanyagot, papírt, üveget és fémet lehet ide környezetbarát módon és ingyenesen kidobni. A jogosultság igazolása után ugyancsak díjmentesen használhatóak például a hulladékudvarok, 7 hulladékudvar található Győrben a város különböző részein, tehát a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy a szelektivitás tudjon érvényesülni, ehhez azonban szükséges ahhoz is, hogy a használók is figyelembe vegyék, tiszteletbe tartsák a közszolgáltatónak a kéréseit. Érdemes tehát odafigyelni a megfelelő gyűjtésre és tárolásra, hiszen egy kis munkával bárki sokat tehet a saját környezete, de a föld megóvása érdekében is.